Hölgyeim és uraim, el nem tudják képzelni, hogy milyen fantasztikus élmény innen önökre ránézni. Ez mindig inspirálja az előadó művészeket, ha ennyi érdeklődő tiszteli meg őket a figyelmükkel, és azzal, hogy eljött ma ide, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm önöket, és köszönöm, hogy velünk töltik ezt a mai estét. Ugyanakkor további két estére is invitálnám önöket. Vasárnap, vasárnapi muzsika. November 10-én a Gulyás György szakkollégium ifjú szólistái várják önöket 17 órakor a Kölcsei Központban, valószínűleg a bálteremben, most már van egy előzetes információm. Úgyhogy ha ráérnek és van kedvük egy fantasztikusan magas színvonalú jó koncerten részt venni, akkor a Kölcsei Központba várjuk önöket. És egy másik nagyon különleges bérletünk indul november 13-án, este 7 órakor, az pedig a Debreceni Egyetem főépületének aulájában. És nem másra vállalkoztunk, mint arra, hogy a régi zene gyöngyszemeit mutassuk meg önöknek egy bérletsorozaton belül, és ez az ünnepi alkalom ad lehetőséget arra, hogy a Debreceni Régi Zenei Együttes is megalakuljon. Úgyhogy gondolom nem érzik túlzásnak, ha azt mondom, hogy a november 13-a este 7 óra az aulában egy történelmi esemény lesz, mind Debrecen, mind a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának az életében. Nagyon örülünk, és nagyon nagy szeretettel szeretnék köszönetet mondani a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumnak és az intézmény igazgatójának, Tóth Józsefnek, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy ilyen gyönyörű körülmények között fogadjuk önöket. Nem titkolt szándékunk volt az is, hogy megmutassuk a felújított zeneművészeti szakgimnáziumnak az épületét, és hát azt a Kodály termet, ahol én magam is elég sok évet eltöltöttem, és szeretettel ajánlom a figyelmükbe a freskót itt a fejük fölött, Mirkóczi Gézának, Mirkovszki Gézának a munkáját. Hát én magam azokat az ecsetvonásokat ismerem a legjobban, ugyanis altosként ott volt pár évem, hogy tanulmányozzam. Most megszemléltem a múltkor az egyik koncerten, és pontosan gyönyörűen ugyanúgy felújították, úgyhogy reméljük, hogy még sok örömteli eseménynek ad a Kodály terem helyszínt. Hát ma este szerintem önök tudják, miért vagyunk itt ennyien. Szaxofonos koncert lesz. 13 évvel ezelőtt indult el a zeneművészeti karon a klasszikus zenei szaxofonképzés 3 hallgatóval. És hát szeptemberben indul az év, november végén volt, és itt van, kettő közülük itt van egyébként a 3 történelmi hallgatóból. Úgyhogy ők pontosan emlékeznek rá, és azóta a szaxofon legendáriumban helyet kapott a történet, és ezt évente minimum egyszer föl szoktuk idézni. Első tanszaki hangverseny, hát nem kell mondanom, rengeteg munkát belefektettünk, hiszen ők is olyanan tanulták a darabot, én magam is mondanám, hogy éjjel-nappal, de inkább éjjel gyakoroltam, és akkor tanultam ezeket a darabokat, és vége volt a koncertnek, úgy egészen elégedettek voltunk magunkkal, hát jól tudtuk, hogy mi nem, de azt is tudtuk, hogy mi hangzott el. Hát meg is kérdeztük, hogy a tanszak tanárát, hogy na, és akkor mi a véleménye. Hát képzeljék el, áll nagy gondban, bólogat, és ennyit mondott. Hát ez még messze van a világszínvonaltól. Aki ezt a történelmi mondatot mondta akkor, maga is 13 éve dolgozik azon, hogy ne legyünk messze a világszínvonaltól, és 13 éve nem csak álmodik róla, hanem tesz is érte, hogy Debrecen felkerüljön a szaxofon oktatás térképére. És aki miatt létrejött ez a mai koncert, szintén neki szeretnék köszönetet mondani, ő pedig nem más, mint a zeneművészeti kar szaxofon professzora Puskás Levente.
Szerintem ma még bőven lesz alkalmunk tapsolni, hagyjunk későbbre is. A mai hangverseny két okból jött létre. Az egyik az az, hogy Arno Bornkamp neve, remélem, hogy ismerősen cseng az önök fülében, hiszen 4 évvel ezelőtt már a Liszteremben adtunk vele egy közös hangversenyt. Ő úgy gondolta, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a hangverseny sorozatnak az egyik helyszíneként Debrecent is be tudnák iktatni. Mi meg nem álltunk ellent, remélem, hogy ezért nem fognak ránk haragudni a koncert végén. És van egy másik nagyon egyszerű oka, az EST egyik fellépője, Nobuya Sugawa, már 30 országban koncertezett, és azt mondta, hogy ideje már bővíteni az országok repertoárját, ahol ő járt. Így 31-ként nagyon örült, hogy végre Magyarországra is eljutott. Azt is el kell róla mondanom, hogy roppant érdeklődő, roppant befogadó. Mire ő a repülőtérről Debrecenbe ért, addigra pontosan tudta a nyelvünk történetét, pontosan tudta, hogy hogy alakultak ki a határok, tehát egyszer utána olvasott, megnézte, tehát majdhogy nem ismerősként üdvözölte a magyar kultúrát, akár a zenei, akár az éttermi kultúráról beszélünk. Tehát a ma este fellépői olyan kiváló művészek, akik így együtt négyen most koncerteznek először. Ketten, hárman már adtak egy-egy koncertet, tehát ismerték egymást, mégis úgy gondolták, hogy ez az a négyes, akivel egy koncertturnéra indulnak. Lübeckben és Hamburgban volt már koncertjük, Debrecen után pedig Tbilisibe, Grúziába mennek, és Jerevánban, Örményországban zárják a turnét. Azt azért még elmondanám előzetesen, hogy nem pont ugyanezt a műsort játsszák, tehát 5-6-szor ugyanazt a műsort nem játsszák el, valahol zenekarral fognak koncertezni, valahol pedig ezt a műsort játsszák. Tehát a ma este fellépői, mert tartok tőle, hogy nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak, Arno Bornkamp, az Amsterdami Zeneakadémia tanára, Ázia Fatejeva, aki fiatalkora ellenére a Hamburgi Zeneakadémia tanára, és hát ha valaki valamikor szaxofonról és szaxofonjátékról már hallott, akkor Nobuya Sugawa az, aki minden szaxofonosoknak az ideája és az álma. Bevallom őszintén, én magam is remegő kézzel fogtam vele 2 nappal ezelőtt kezet. Na most már azért már nem remeg annyira a kezem. Ő Tokióban a Gedai Egyetemen tanít, és zongorán közreműködik Minako Koyanagi. A szünetben lehetőségük lesz CD vásárlásra itt a helyszínen, úgyhogy nekem mára nincs több tisztem, mint hogy megpróbáljak magamnak én is helyet keríteni, és nagyon szép estét kívánjak önöknek. Köszönöm szépen! Jó estét! Köszönöm! This is the only Hungarian I know. And goulash. I like goulash. Okay. Thank you very much for coming all to this concert. I have a few service announcements. First about the program. The order is a bit different. Actually, all the pieces are fantasies. First, you will hear the fantasy on Verdiana and the fantasy on Carmen, played by Ázia Fatejeva and Minako Koyanagi. Then you will hear the fantasy and the theme and variations by Paul Hindemith, the viola sonata played by Minako Koyanagi and myself. And then the fantasy on rock music and Okinawa folkloristic music, Fuzzy Bird, played by Minako Koyanagi and Nobuya Sugawa. Also, one service announcement in the intermission and after the concert, you can buy CDs. Okay. See you.
Thank 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 you, ladies and gentlemen. Köszönöm. I can say it even twice. We invite Levente Puskas to the stage to join us with his tenor saxophone. Playing with us a very special Japanese song, and I will ask Minako to give us the title of that song so that we feel really Japanese and what it's about. Please. Yes. In Japanese, the title is Miyagete Goran Yoru no Hoshi. It means look up the star
in the dark night sky. Yes. And it's already night. So hopefully you will see some stars. Mielőtt ezt eljátszanánk, azt gondolom, hogy az realizálódott, hogy ez nem egy mindennapi koncert, amit most hallgattak. A világbajnokokat hallhatták, úgyhogy nagy tapsot kérek még egyszer Azia Fatajevának. Minako Koyanaginak. Nobuya Tsugawának. És Arno Borkapnak. És még egy nagyon fontos dolgot el kell mondanom, ami nem így akartuk szervezni, de így sikerült, hogy ez az egész koncert nem jött volna létre, hogyha nincs 1814-ben nem születik meg egy olyan ember, akit úgy hívtak, hogy Adolf Sachs, és ezen a napon született, 205 éve, úgyhogy boldog születésnapot Adolf Sachs. Happy birthday, Mr. Adolf Sachs. Thank you.
Köszönöm.